Hiányzó praxisok, 17 betöltetlen háziorvosi állás van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Véradási verseny, egyetemistáktól vettek vért, hetente 2000 adagra van szükség. Roham a zárt kertek átírásáért, tavaly 150 ezer forintba került, most ingyen megcsinálják. Hét tartósan betöltetlen háziorvosi praxis van jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Egyes szabolcsi településeken közel 10 éve nincs körzeti orvos. Probléma az is, hogy a háziorvosok átlag életkora 59 év, így pár éven belül egyre többen érik majd el a nyugdíjas kort. A Magyar Orvosi Kamara most hozta nyilvánosságra az országos adatokat. Ebből kiderült, hogy 230 betöltetlen praxist tartanak nyilván. A szabolcsi Balsán 2011 óta nincs körzeti orvos. Az itt lakóknak, főleg az idősebbeknek sokszor problémát okoz az orvos hiánya. Én már 83 éves vagyok, és sokszor rászorulnék. Jó lenne, ha itt van az orvos. Volt, aki gyermekei egészségét félti, sok esetben a rendelési idővel is gond van. A gyerekem az óvodában van, és akkor az óvodából jeleztek, hogy a gyerekem beteg, és akkor már a doktor urat nem értük el, mert később szóltak nekem. Balsán a háziorvosi teendőket napi 1-2 órában a tiszabercei orvos látja el. Mivel nincs saját háziorvosi praxis, így a rendelőt sem tudják felújítani, amihez a polgármester szerint közel 50 millió forintra lenne szükség. A működtetés feltételeit tulajdonképpen nem tudják teljesíteni a jelentkező orvosok, mert a falu lakosságának a létszáma, illetve a kártyaszám jelenleg nem engedi, hogy önálló praxist indíthassanak itt Balsán. Bár orvos jelentkezőnk lett volna, de mégsem tudja elindítani, mert engedélyt nem tud rá önállóan kapni, így más megoldás nincs, mint így a helyettesítéssel való megoldás. Összesen 17 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen nincs jelenleg háziorvosi praxis. A táblázaton is látszik, hogy van, ahol már 9 éve nem működik a szolgálat. A legtöbb esetben felnőtt és gyermekorvos sincs. Az Orvosi Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei alelnöke a Kölcsei Televíziónak korábban úgy nyilatkozott, jelenleg 2 praxis program is elérhető az orvosok számára. Ha átképzik magukat és háziorvosi szakvizsgát tesznek, 6, illetve 10 millió forinttal támogatják őket. Ezt a lehetőséget még tavaly kezdeményezte az OEP. Indult egyébként az OEP-nek, most van egy programja, egy 500 milliós keretösszeggel országosan. Ezt a 230 praxist kellene, hogy betöltsük. Azok a kollégák, akik egy olyan praxisba mennek el, ami egy éve nem betöltött, azok 6 millió forint támogatást kaphatnak, azok pedig, akik már 5 évben be nem töltött praxisba, pedig 10 millió forint, az, ami támogatást kaphat a kollega, hogyha vállalja azt, hogy 4 éven keresztül viszont ebben a praxisban szerződés köt az önkormányzattal. Sós Zoltán azt is hozzátette, szerinte egy életpályamodell kialakításával lehetne kedvezővé tenni a háziorvosi praxist. De az is problémát jelent, hogy a háziorvosok 70%-a idős, átlag életkoruk 59 év felett van, a házi gyermekorvosoké pedig még ennél is magasabb. Ez azért okoz gondot, mert a következő években egyre többen elérik majd a nyugdíjas kort. Hetente 2000 véradóra van szükség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a biztonságos ellátáshoz. Van, hogy többen, de van, hogy kevesebben mennek el például a Vöröskereszt akcióira. Ennek ellenére a megye jól áll az országos rangsorban. 2016 első 2 hónapjában a tervezett véradásokat 95%-osan tudta teljesíteni a megye. Az adatfelvétellel kötelező vizsgálattal együtt körülbelül 35-40 percet vesz igénybe egy véradás, akár ennyi idő ráfordításával is életet menthet egy-egy önkéntes véradó. A hiedelmekkel ellentétben az is adhat vért, akinek van tetoválása, az viszont fontos, hogy egészséges és minimum 50 kilós legyen a véradó. A véradások számát minden megyében rögzítik, a listán Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jelenleg az első 5 között szerepel. Szabolcs megyében naponta 100 egységre van szükség, és havonta olyan 2000 egységre körülbelül. Országosan ez megfordul, több ezer egységre, 8000 egységre van szükség hetente. Tehát ezek nagy számok, ezt előre tervezni kell, a terveket ápolni kell, gondozni kell, úgymond küzdeni kell érte, hogy ezek a heti
napi egységek meglegyenek, mert ha felborul, akkor tulajdonképpen az egész munka eredményessége megkérdőjeleződik, és hát mindig az a lényeg, hogy ott áll a sor végén valaki, akin segíteni kellene, és ő rá mindenféleképpen kell gondolni. A véradások bő kétharmadát térségünkben a Magyar Vöröskereszt koordinálja. A szervezet kiemelt célja, hogy a fiatal felnőttek számára is fontos legyen a véradás. Az önkéntességet ösztönzi az Országos Felsőoktatási Véradó Verseny is. Jelenleg a Nyíregyházi Egyetem vezeti a mezőnyt, itt ad a legtöbb fiatal vért. Ötödjére fogunk most vért adni. Én szociálpedagógia hallgató vagyok, első éves, és nekem a húgom is felsőbeteg, és ő is kapott már vért, úgyhogy én fontosnak tartom, hogyha esetleg az én hozzátartozómnak kell, akkor legyen, meg persze másnak is. A véradóverseny még tart. Szerdán és csütörtökön napközben is várják az önkénteseket a Nyíregyházi Egyetemen, azonban az országos versenyben csak a nappali tagozatos hallgatók véradását rögzítik. Én elsős vagyok itt a Nyíregyházi Egyetemen, másodszor adok életemben vért, és azért tartom fontosnak, mert így segíthetek másokon. A verseny egy teljes tanévet ölel fel, csak az őszi fél évben országosan 5500-an adtak vért. Megrohamozták a járási hivatalokat a zárt kerti ingatlan tulajdonosok. Míg tavaly összesen 40-en kérték az átminősítést, idén az első két hónapban már 600-an. Ennek az lehet az oka, hogy 2016-ban ingyenesen lehet kérni az eljárást. Ezzel 150 ezer forintot is megspórolhatott a kérelmező. Kis ház, nagy kert. Sok zárt kerti ingatlanban laknak életvitelszerűen tulajdonosaik. Ezeket át kell soroltatni a földhivatalokban. Tavaly november 30-án lépett életbe az az új kormányrendelet, ami alapján 2016. december végéig díjmentesen lehet átminősíteni ezeket. Nem csak a felépítménnyel rendelkező zárt kerteket lehet átminősíteni, hanem az épület nélkülieket is. Ezekre a területekre eddig építési engedélyt sem kaptak a tulajdonosok, így értékesíteni is nehezebben tudták azokat. A nyíregyházi földhivatali osztály illetékességi területéhez 60 település tartozik. Itt több mint 3200 hektárnyi termőföldet érint a változás. A nyíregyházi járási hivatal illetékességi területén egyébként 27.600 darab körülbelül a zárt kerti ingatlanok száma. A tulajdonosok megismerték ezt a jogszabályváltozást, ami 2015. november 30-án lépett hatályba, és az a tapasztalatunk, hogy a tavalyi évvégi körülbelül 40 darabszámú kérelem az január-februárban közel 600-ra változott. A zárt kerti ingatlanokra hitelt sem kaphatnak a tulajdonosaik, és fedezetként sem fogadják el a hitelintézetek. Az átminősítés ezen is segíthet. Ráadásul tavaly az összes díj és illeték ára elérte a 150 ezer forintot. Idén viszont ingyen elkészítik az átírást. Az átminősítéssel ezek az zárt kerti ingatlanok kikerülnek a földtörvény hatája alól, ezért könnyebben értékesíthetőek, tehát nem kell a kifüggesztéssel és ezekkel a procedúrákkal a 6 hónapos eladással számolni, hanem gyakorlatilag a normál átfutási idővel 30 napon belül el lehet adni. Attól függően, hogy van-e rajta építmény vagy nincs, ez a hitelezés szempontjából is pozitív hatással van ez az átminősítés ezekre a típusú ingatlanokra. Az átminősítést követően az adott zárt kertek művelés alól kivont, zárt kerti területként kerülnek majd be az ingatlan nyilvántartásba. Az átminősítési kérelmet a földhivatalnál kell elindítani, az ingatlan fekvése szerinti illetékes járási hivatalnál. Egyedül a soron kívüli eljárásért kell fizetni, ingatlanonként 10.000 forintot. Máté Szalkán és Nyírbátorban is épülhet ideiglenes migrációs befogadó állomás, mondta nyíregyházi tájékoztatóján Szabolcs-Szatmár Bereg megye első számú választókerületének jobbikos elnöke. Lengyel Máté kiemelte, az újabb bevándorlási hullámra térségünknek is fel kell készülnie. Nyíregyházán önkormányzati rendészet megalakítását javasolja a Jobbik. A közterület felügyeletet, a mezőőrséget, a hivatásos vadászokat egy hivatalos szerv alá szervezné be, önálló költségvetéssel, és ezzel
érnénk el az, hogy ezek a szervek, amik most külön működnek, hatékonyabbak legyenek, és így a közbiztonságot is javítsák a városunkban. Beválasztották a Pécsi Poszt versenyprogramjába a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház darabját, a Túl zajos magányt. Rabal művéről a címszereplő beszél hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Megszerezte első tavaszi bajnoki győzelmét a Kisvárda Masztergód. A labdarúgó NB2 18. fordulójában lejátszott mérkőzésen idegenben 1-0-ás hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Szeged ellen Sós Imre együttese. A címvédő Újfehértóese nyerte a harmadik alkalommal kiírt Szabolcs-Szatmár Beregmegyei futszál bajnokságot. A második helyen a Cigánd, a harmadikon pedig a Nagy Cserkesz csapata végzett. Halálos gázolás történt hétfőn délután Fábián házán. Egy középkorú nőt gázolt el egy személyautó. Olyan nagy volt az ütközés, hogy a nő a helyszínen életét vesztette. A tragédia körülményeit a Mátészalkai rendőrök vizsgálják. Eddig tisztázatlan körülmények között lépett ki egy személygépkocsi elé egy 33 éves Fábián házi nő, akit a gépjármű sofőrje elütött. A baleset következtében a gyalogosan közlekedő nő a helyszínen életét vesztette. A Máté szakai rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztálya szakértők bevonásával vizsgálja a baleset körülményeit. Beválasztották az ország legjelentősebb színházi fesztiváljának a Pécsi Poszt versenyprogramjába a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház előadását, a Túl zajos magányt. Bohumil Hrabal darabjának főszereplője Hanta úr, akit a cseh író egy valódi szeméről, az állami hulladékbegyűjtő vállalat egyik prágai alkalmazottjáról mintázott, akivel maga is együtt dolgozott az 1950-es években. Hanta urat Horváth László Attila alakítja, aki azt mondta a Kölcsei Televíziónak, hogy a mű segít eligazodni, mi fontos és mi nem az életben. Nem akarom elriasztani nézőket, mert nem olyan tragikus ez, de sokunkat érint ez a dolog, és akkor megkérdőjeleződnek az értékek, ugyan már mi a fontos egyáltalán. Az emberi élet természetesen, és azon belül minden más, ami az emberi boldogságot és az önbecsülését és az méltóságát rombolja, azok kártékony dolgok, nem azok az igazok, azok talmi értékek. Március 8-a a Nemzetközi Nőnap. Ilyenkor a férfiak virággal köszöntik a hölgyeket. Az ENSZ is a világnapok között tartja számon, amely a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének ünnepnapja. Magyarország több mint 100 éve, 1913-ban csatlakozott a kezdeményezéshez. A nőnap eredetileg a mai virágos, kedveskedős megemlékezéssel szemben munkásmozgalmi eredetű, harcos, a nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt, áll a Wikipédia szócikkében. Az első ehhez a naphoz kötődő esemény 1857-ben történt, amikor március 8-án emberi munkafeltételeket és magasabb fizetést követelő textilipari nődolgozók tüntettek New York utcáin. 1909-ben az Egyesült Államokban ünnepelték meg az első nemzeti nőnapot, majd két évvel később Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban tartották meg a világon először a nemzetközi nőnapot. Magyarország a nőnapi felhíváshoz 1913-ban csatlakozott. A Rákosi korszakban a nőnap ünneplése kötelezővé vált, és az eredetileg különböző időpontokban rendezett nőnapot 1948-tól szovjet mintára március 8-án tartották meg. A rendszerváltás után a nőnap Magyarországon is elvesztette eredeti munkásmozgalmi hangulatát, helyette a világajándékozás a legjellemzőbb, meggesztussal a férfiak a tiszteletüket és a megbecsülésüket fejezik ki a nők iránt. Hétfőn este a 35 perc című műsorunkban Nagy Edit arról beszélt, hogy mennyire fontos a társadalomban és a társas kapcsolatokban a tisztelet kifejezése. Nagyon fontos az emberi kapcsolatokban három dolgot kiemelni. A tiszteletet, a bizalmat és a szenvedélyt. Ez a három alkotó elem a férfi-nő kapcsolatnak tulajdonképpen a bázisa. Egy férfi-nő kapcsolat első pillére a tisztelet. A társas kapcsolatokról és a nők modern társadalomban betöltött szerepéről szóló beszélgetést újra nézhetik a kölcseitv.hu weboldalunkon. Keressék a 35 perc című műsort.
Megszerezte első tavaszi bajnoki győzelmét a Kisvárda Mastergood. A labdarúgó NB2 18. fordulójában lejátszott mérkőzésen idegenben 1-0-ás hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Szeged ellen Sós Imre együttese. A várdaiak a hétvégén Siófokon lépnek pályára. Zsinórban harmadik tavaszi idegenbeli meccsén Gyulán a Szeged ellen lépett pályára a kisvárdai csapat. A mély talajon a 25. percben a hazaiak szerezték meg a vezetést, amit erős egyenlített ki a 41. percben. A második félidőben egyre inkább fölénybe kerültek a vendégek, és a 85. percben Lukasz megszerezte a 3 pontot érő találatot. A játékos állmány tekintve azért mi előbbre tartunk, mint a Szeged, nem lebecsülve természetesen a szegedi csapatot, de biztos voltam abban, hogy ezt a mérkőzést meg fogjuk nyerni, látszott a srácokon az elszántság, ami kellett ahhoz, hogy ha ezt kiviszik a pályára, akkor ezt a meccset meg fogjuk tudni fordítani. Bár tavasszal vereten a kisvárdai együttes, a korábbi válogatott támadóban Rajci Péterben van némi hiányérzet az eddig megszerzett pontok számát tekintve. 3 mérkőzésből csak egyet tudtunk megnyerni. Sajnos az elsőn hiába játszottunk jól, több egyén hívát elkövettünk, ami miatt nem tudtunk nyerni. A második mérkőzésen úgy gondolom mindenki nagyszerűen teljesített, de szerencsénk nem volt. Most a harmadik mérkőzésen, ha bár nem játszottunk igazán jól, de legalább szerencsénk volt, és így tudtunk nyerni. A forduló további eredményei: Dunaújváros Balmazújváros 2-3, Vác Siófok 0-1, Szolnok Sziget Szent Miklós 1-1, Csákvár Ajka 3-1, Sopron Budaörs 2-0, Gyirmót Soroksár 1-0 és Zalaegerszeg Mezőkövesd 0-1. A tabella élén a Gyirmótál 40 ponttal, megelőzve a 33 pontos Zalaegerszeget és az egyaránt 29 pontos Budaörsöt, illetve Mezőkövesdet. A Kisvárda Mastergood 27 ponttal a 6. helyen várja vasárnapi siófoki vendégjátékát. A címvédő Újfehértó Ese nyerte a 3. alkalommal kiírt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei futszal bajnokságot. A 2. helyen a Cigány, de a 3. pedig a Nagy Cserkesz csapata végzett. Az érintettek hétfőn vehették át érmeiket az MLS megyei igazgatósága által szervezett díjátadóján. 2013-ban az országban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében indult el elsőként a megyei szintű futszal bajnokság. Akkor 9 csapat vágott neki a szezonnak, egy évvel később 8 együttes játszotta végig a téli időszakot, legutóbb pedig 7 gárda lépett pályára hétfő esténként. Vaka Árpád megyei igazgató szerint a létszám csökkenésével kiegyenlítettebb lett a mezőny. Nagyon sok kiegyensúlyozott mérkőzés volt, most nem voltak meg azok a hatalmas különbségek, illetve ritkán volt hatalmas különbség csapatok között, talán egy csapat lógott ki egy kicsit, de a többiek nagyon szoros mérkőzést játszottak. Jól mutatja, hogy ha valaki elkezdi böngészni az adatbankot, a labdarúgó szövetség adatbankját, akkor láthat olyan meccseket, hogy 9-9, 8-9, 6-7, 7-5, 11-10, tehát nagyon-nagyon szoros mérkőzések és sokgolos mérkőzések voltak, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy közönség szórakoztató találkozókat játszottak, és ahogy észrevettük, azért a csapatok is várták és örültek ennek a lehetőségnek, hogy ismét elindítottuk a megyei bajnokságot. Az Újfehértó megvédte bajnoki címét, és mivel a feltételek adottak a magasabb osztályú szerepléshez is, elképzelhető, hogy ősztől az NB2-ben szerepel majd a csapat. Nekünk egy nagyon-nagyon szép csarnokunk van, szerintem a megye egyik legszebb csarnoka. A feltételek nagyon adottak. Most az idén kaptunk egy eredményjelző támlát, amit a minisztériumtól kaptunk, az is megkönnyítette a helyzetünket, nekünk teljesen adott minden. Utánpótlásunk rengeteg lenne, hát adott a feladat, hogy elgondolkozzunk az NB2-n. A megyei első osztályú szakoly játékosaira épülő bronzérmes Nagycserkesz edzője szerint a kispályás foci pozitív hatása van a nagypályán mutatott teljesítményre is. Én az edzővel egyeztetve, Hók Bilával, folyamatosan konzultálva beszéltük ezeket a dolgokat. Ő örült neki, hogy a fiúk futszáloznak, és tényleg sokat fejlődtek. Az összjátékban, a kombinatív játékban szerintem sokat elfejlődni a futszába. A bajnokság gól királya, a nagycserkeszi Madzin István lett 27 góllal, a Fair Play díjat pedig a Tarpa SC csapata kapta. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 17 tartósan betöltetlen háziorvosi praxis van jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Egyes szabolcsi településeken közel 10 éve nincs körzeti orvos. Probléma az is, hogy a háziorvosok átlag életkora 59 év, így pár éven belül egyre többen érik majd el a nyugdíjas kort. A Magyar Orvosi Kamara most hozta nyilvánosságra az országos adatokat. Ebből kiderült, hogy 230 betöltetlen praxist tartanak nyilván.
Hetente 2000 véradóra van szükség Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a biztonságos ellátáshoz. Van, hogy többen, de van, hogy kevesebben mennek el például a Vöröskereszt akcióira. Ennek ellenére a megye jól áll az országos rangsorban. 2016 első két hónapjában a tervezett véradásokat 95%-osan tudta teljesíteni a megye. Megrohamozták a járási hivatalokat a zárt kerti ingatlan tulajdonosok. Még tavaly összesen 40-en kérték az átminősítést, idén az első két hónapban már 600-an. Ennek az lehet az oka, hogy 2016-ban ingyenesen lehet kérni az eljárást, ezzel 150 ezer forintot is megspórolhatott a kérelmező. A Kölcsei Televízió híradóját látták kedden, friss hírekkel természetesen szerda este is várjuk majd Önöket, tudósításainkat elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán felhős időre számíthatunk, estétől kisebb esővel. Front nem ér el bennünket, a magasban átmenetileg kissé szárazabb levegő érkezik fölénk. Éjjel változóan felhős idő várható, párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. Számottevő csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. Szerdán eleinte fátyol felhős lesz az ég, majd megvastagszik a felhőzet. Estétől kisebb eső, zápor is előfordulhat. Az északi szél helyenként megélénkül. Délutánra 12 fokig emelkedik a hőmérséklet. Gyenge meleg fronti hatás várható. A következő napokban is sok lesz felettünk a felhő, de komolyabb csapadékra nem kell számítani. A hosszú hétvégén a változó felhőzet mellett már többé-kevésbé napos idő várható, csak néhol lehet zápor. Az átlagosnál enyhébb idő után a jövő hét elejétől pár fokos lehűlés várható.